Kedves Sándor bácsi, múlt szombaton izgalmas betekintést nyerhetünk a démonok eredetében. Predikáció közben eszembe jutott egy kérdés ezzel a témával kapcsolatban. Odáig értem, hogy a démonok a nefilimek és refaimok földön maradt szellemei, de hogyan alakul ki mindegyiknek a saját fajtája? Tehát honnan van például a drogfüggőség démona, honnan a cigarettái, honnan a gonosz gondolatoké, ilyesmivel foglalkoztak talán, míg ég testük volt? Tényleg érdekelne a válasz, amit előre köszönök, tisztelettel, egy érdeklődő fiatal. Nagyon jó kérdés ez. Ugye említettem azt, hogy a feljegyzések szerint a Biblián kívüli, utaltam a énok könyvére, jubilemok könyvére, de vannak más feljegyzések, például Józefus Fláviusnál is, hogy ezek rendkívül nagy étvágyal, abnormális étvágyal rendelkeztek. Semmi nem volt nekik elég. Ezért fölzabálták szinte az egész földet, majd amikor fölzabálták a földnek a termését, akkor jöttek az emberek, embereket is ettek, vértettek, mindent nyersen, stb. stb. ezt jegyezték fel róluk. Tehát a, a, a abnormális volt az étvágyuk, és ugyanez vonatkozott nem csak az eledelre, hanem az italra is. Ezért ugye utal Jézus Krisztus arra, hogy az utolsó időkben esznek, isznak az emberek, tehát utolsó időkben az embereknek szintén az étvágyuk, illetve a bizonyos fogyasztásuk, most nem az egész étkezésre vonatkozik, de van ahol az étkezéssel, például ugye az ember látja, hogy igaz, mert hadd ne menjünk be egy bizonyos kényes kérdésekbe. Tehát nagy, egyre nagyobb probléma a tobzódás, hogy feleslegesen sokat fogyasztanak az emberek, csupán szórakozásból, hogy eltöltsék például a szombat és szakát, és így tovább. Tehát ezek mind alkalmasak arra, hogy e világfele tereljék az embereket. A másik pedig, ugye, amire utaltam, amin nagyon meghatározó jellemzőjük volt, az abnormális szex nem a természetes élet rendje szerinti szexualitás, hanem az abnormális, pervers, torsz szexualitások. Ember és állat között, ember és madarak között, és hadne ne soroljam tovább, a legkülönbözőbb, ugye, különböző mitológiák fel is jegyezték ebből származó lényeket ugye voltak ember, állatlények, kentaurok voltak, amelyek kifejezetten az ember, angyalkeveréke volt, tehát a hibridációnak nagyon sok fajtája volt, ezért mondja a Mózes korára a Biblia azt, hogy minden mag, tehát azok a magok, azok az ibar sejtekre vonatkozik, amiből származik az élet, ami hordozza az életet, minden mag megromlott, tehát genetikai romláson esett át az egész látható világ, a Noé kivételével és bizonyos állatok kivételével, mert azok, szerintem azok az állatok kerültek be a noé a bárkájába, és e, Isten ezeket gyűjtötte egybe, hogy az új világ e, megalapítására és a növényvilág, állatvilág fenntartására új kezdetü, kezdet legyen egy olyan, e, fa, e, olyan e, példányokkal, amelyeknek a génállománya e, megmaradt normálisnak arról is van feljelzés, hogy az, a, ezek a gonosz lények a különböző növényvilágban található kábítószer anyagokat és különböző varázs, boszorkány erőket tartalmazó növényeknek a, a készítésére meg használatára megtöntötták az embereket. Például mondok egy példát, amit szintén feljegyeztek, hogy a férfiak nem akarták, hogy a, feleség, a feleségeik gyermekeket szüljenek. Ezért olyan növényeket etettek a hölgyekkel, hogy megőrizzék a testalkatukat, mert azt látták, hogy megváltoznak a hölgyek, és éppen ezért a gyerek szüléstől óvták a férfiak, mert olyan erős volt a testnek a kultusza, az állt a középpontba, azért mondja ugye a Judás levél, hogy más test után jártak tehát nem az egész érték orientációjukban, nem az értékek álltak, hanem a fizikai test, és ezen belül a fizikai testnek az értékét teljesen a szexualitásból származott. Tehát, hogyha a szexre alkalmas volt, kívánatos volt, az érték volt az a lény, amelyik nem, az nem. Azt leírták. Kicsit a mai modern világ ehhez már hasonlít. Nem, hogy kicsit, vagy nagyon. Tehát e, kialakultak. A, a, ők, amit produkáltak, még a, ez a kor, hála Istenek, hogy annak a gonoszságnak és a lázadásnak azt a mélységét még nem ismeri, de sajnos a történetnek a végén meg fogja ismerni. A gonoszság is beteljesedik, és az igazság is, és ez egy párhuzamos folyamat. Tehát ezek mind megvoltak. A kóros függőségek egy központi jellemzője volt ezeknek a lényeknek. Ezért is óvni, óvakodni kell a szenvedélybetegségtől, szenvedélyek függőségétől. Tehát a normalitás, az önuralom, a lélek fölött, a test fölött az egy nagyon fontos feladata a fiataloknak, időseknek egyaránt.